Szerelik azt a wifi dobozt Szekszárdon a Béla Király téren, ami hamarosan lehetővé teszi, hogy itt bárki ingyen elérhesse az internetet. Ez a készülék 70-100 méterre szórja a jelet. Ilyen eszközből hármat helyeznek el a tér különböző pontjain azért, hogy teljesen lefedje a szekszárdi rendezvények egyik kiemelt helyszínét. Ez lesz az egyik ilyen hely a Tolnai megye székhelyen, ahol ingyen wifi pontot alakítanak ki. De a Szent István téren, a Prométeusz parkban, a Garai téren, valamint a sportközpont környékén is térítésmentesen lehet majd kapcsolódni az internethez. Továbbá a Barátság utcában épülő Generációk parkjában is lesz erre mód. A helyszíneket az önkormányzat képviselői választották ki az alapján, melyek a város közösségi életének fontos szinterei, mondta el a hálózatot kiépítő cég üzleti értékesítési vezetője. Arra törekszünk, hogy minél előbb, tehát a sporttelepen például már egy részen működik az ingyenes wifi szolgáltatás. Azt tervezzük, hogy a Béla téren a Szüreti Fesztivál idején már mindenképpen lehessen használni az ide látogatóknak. A Generációk parkja pedig, ahogyan épül a park, mi is folyamatosan úgy végezzük a kivitelezéseket, október 31-ig átadjuk az egész hálózatot. Szekszárd önkormányzata egy uniós pályázaton nyert 15 ezer eurót, vagyis megközelítőleg 5 millió 300 ezer forintnyi forrást a hálózat kiépítésére. Szekszárd polgármestere azt mondta, az a cél, hogy a város teljes területén ingyen lehessen csatlakozni az internethez. A lényeg az volt, hogy folyamatosan próbáljunk előrelépni a digitalizáció területén, olyan lehetőséget, szolgáltatást biztosítsunk, ami jobbá teszi a hétköznapokat és az elérhetőséget könnyebbé teszi. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés volt. A hálózat építési munkálatok megkezdődtek. Október végére ezeken a kiemelt helyszíneken ingyen elérhető lesz majd a wifi Szekszárdon. Tolna megyében eddig 7 ilyen ingyen wifi pontot alakított ki a cég.